békeidőben sem szabad megfeledkezni arról, hogy milyen tanulságai vannak egy-egy háborúnak. Hangzott el a nyírbátori hősi emlékműnél tartott koszorúzáson. November 13-ig lehet pályázni az önkormányzat eladásra meghirdetett üzlethelyiségeire. A jelenlegi bérlőknek azonos feltételek esetén elővásárlási joguk van. November 30-ig várják a felajánlott adományokat, illetve a pénzbeli támogatást a karácsony előtti önkormányzati Segíteni jó akcióra. Idén is legalább 300-an számíthatnak jelentős értékű karácsonyi csomagra. Ebben az évben is a lakosságtól várják Nyírbátor karácsonyfáját. Már hagyomány, hogy a Szabadság téren nyírbátoriak által felajánlott fenyőfát díszítenek az ünnepre. Köszöntöm Önöket! A Bátor Televízió híradóját látják. Híreink következnek. A világégések áldozatainak emlékművénél, az idei halottak napi koszorúzáson Máté Antal polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy békeidőben sem szabad megfeledkezni arról, milyen tanulságai vannak egy-egy háborúnak. Mekkora érték az, hogy mi itt Magyarországon már évtizedek óta békében élhetünk. 2023. október 27. napján tisztelettel köszöntöm Önöket megemlékezésünkön, amelyen kegyelettel idézzük fel azon egykori nyírbátori honfitársaink emlékét, akik az első és második világháború idején bátorságból és hősi helytállásból mutattak példát. A 20-as években indult el az a folyamat, amikor a legtöbb helyen a városvezetők, a településvezetők valamilyen emléket szerettek volna, kívántak volna állítani a háborúban elhunytak az áldozatok emléke előtt. Így volt ez Nyírbátorban is. 24-re felavatták azt az emlékművet, azt a szoborcsoportot, ami mögöttünk van. Aztán a második világégés után hosszú évtizedekig a városban nem volt külön megemlékezési helyszíne a második világháború áldozatai előtt. Majd 1988-ban a mögöttünk látható szoborra kerültek fel azok a márványtáblák, amelyre aztán felvésték a nyírbátori áldozatok nevét. Újra és újra el kell mondanunk, hogy az emberiség életében, történelmében nincs akkora tragédia, amiből aztán végleg okulni tudna. És sajnos bármikor eljövünk ide fejet hajtani az áldozatok emléke előtt, mindig el tudjuk mondani, hogy mindig van a világnak olyan pontja, ahol jelenleg is háború zajlik, jelenleg is katonák vesztik életüket, és nem csak katonák, hanem civil áldozatok is vannak. Azt gondolom, hogy a mai ünnepségünknek is egy fontos mottója lehet, hogy éreznünk és értékelnünk kell azt, hogy itt mi Magyarországon békében élhetünk, és mindannyiunk közös felelőssége, hogy vigyázzunk erre, amellett, hogy megemlékezünk a korábbi évtizedekben, évszázadokban elhunyt, háborúban elhunyt nyírbátori és magyar áldozatok emléke előtt. Huszonhét üzlethelyiség privatizációját hirdette meg az önkormányzat. Ezzel a bérlők régi vágya teljesülhet, hogy végre saját tulajdonukba vehessék az eddig bérelt üzleteiket. A vételi ajánlatot november 13-áig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalhoz. A bérlők elővásárlási jogát az üzletek eladásánál is érvényesíthetik. Meddig lehet pályázni, illetve mikor várható a döntés? A pályázatokat november 13-án 16 óráig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalba. Ezt követően a Fejlesztési és Gazdasági Bizottság fogja borítékokat bontani. Nyilván nekik meg kell nézniük, hogy a pályázati felhívásban szereplő minden nyomtatvány, minden nyilatkozat szerepel-e a pályázatban, tehát érvényes-e a pályázat, és ezt követően a bizottság fogja a képviselőtestület elé terjeszteni döntésre, várhatóan még november hónapban. Minden esetben teljes összeget kell kifizetni, vagy részletre is meg lehet vásárolni?
A hatályos jogszabályok értelmében egy összegben kell kifizetni, azonban itt az üzleteknek a döntő többsége azon az 5 millió forintos vételár fölött van, amikor már az adásvételi szerződés hatályba lépését megelőzően nekünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nek előzetesen el kell küldeni az adásvételi szerződést. Tehát ez azt jelenti, hogy a pályázók most a bánatpénzbe kell, hogy fizessék, de a vételár megfizetésére majd csak a szerződés hatályba lépését követően várhatóan december végén, január elején kerül sor. Ezeknél az üzleteknél mekkora a bánatpénz? A nettó vételárnak a 10%-a a bánatpénz. Tehát, hogyha valaki visszalép, akkor ezt elveszíti? Ha visszalép, elveszíti, de ha a szerződés azért nem lép hatályba, mert az MNV ZRT él az elővásárlási jogával, akkor a bánatpénz visszajár. Milyen feltételeket írtak ki? A pályázati feltételek között a legfontosabb és az egyetlen értékelési szempont, hogy ki az, aki a legmagasabb vételárat adja négyzetméterenként az üzlethelyiségekért. Azonban az üzlethelyiségek bérlőinek elővásárlási joguk van, így a részletes pályázati feltétel azt tartalmazza, hogy amennyiben nem a jelenlegi bérlő fogja megajánlani a legmagasabb vételárat, nyilván ha ő pályáz, akkor a bizottság nyilatkoztatni fogja, hogy a legmagasabb vételárat ő fizeti-e vagy nem, amennyiben megfizeti, úgy a bérlő elővásárlási jogával élve meg fogja szerezni a tulajdonjogát az üzlethelyiségeknek. Hány üzletről van szó? 27 darab üzletnek a részletes pályázati feltétele jelent meg múlt hét pénteken. Idén is meghirdette az önkormányzat a már hagyományosnak tekinthető karácsonyi akcióját. Segíteni jó. Az akció neve jelzi, hogy a városban változatlanul vannak olyan emberek, családok, akik a közösség szolidaritása nélkül nem biztos, hogy tudnának megterített asztallal ünnepelni a szeretet ünnepén. A természetbeni és pénzfelajánlásokat és adományokat november 30-ig várják. Ettől az akciótól mit várnak, szóval mivel lehet támogatni és beszállni ebbe az akcióba, és egyáltalán kik? Pénzzel, vagy természetbeni adományokkal, vagy szolgáltatással esetleg? A vállalkozások alapvetően külön szerződést kötnek, támogatási szerződést az önkormányzattal, hiszen itt adott esetben több 100 000 forint, vagy van olyan cég, aki több millió forinttal is támogatja ezt a programot. Van olyan cég, ahol a munkahelyben dolgozók, tehát a munkahelyen dolgozó magánszemélyek ott a cégnek gyűjtenek, és a cég egyben hozza be az adományt. Ilyen lehetőség is van, és vannak olyan vállalkozások, akik a saját termékeikkel, ez lehet tisztítószer, gyümölcs, bármi, támogatják magát a programot, de a magánszemélyeknek is több lehetőséget kínálunk. Az egyik, és talán legkényelmesebb, egy elkönyvített bankszámlára lehet elutalni az megjelölt összeget, ez lehet pár ezer forint, vagy lehet ettől nagyobb. Itt csak arra kell figyelni, hogy a közlemény rovatba bekerüljön a pontos címe az illetőnek, hiszen a nevét nyilván, tehát névész címmel jön a közlemény rovat, akkor az alapján akkor a kollégák le tudják könyvelni. Ez talán a legkényelmesebb, de itt a hivatalban is fogadjuk a tartós élelmiszereket, és be tudják hozni akár munkaidőn túl. Meddig várják az adományokat, illetve mikor lehet behozni ezeket az adományokat? Itt azt kell látni, hogy azért több száz családot támogatunk minden évben, és mi úgy szeretjük összeállítani és ütemezni a programot, hogy azért december második hetének a végére azért minden család megkapja a neki szánt csomagot. Idén úgy hirdettük meg a programot, hogy november 1 és november 30-a között várunk minden pénzbeli és minden tartós élelmiszer felajánlást. Körülbelül hány család számított ilyen támogatásra, és milyen körből kerülnek ők? Már úgy értem, hogy kerülnek be ebbe a körbe? Nagyjából, tehát itt az elmúlt évben is több mint 300 család kapott ilyen csomagot. Nyilván, hogy pontosan hány család lesz, az attól is függ, hogy milyen nagy összegűek a felajánlások. Én bízom benne, hogy minden évben, ahogy eddig is folyamatosan tudott nőni az érintettek köre. Én nagyon reménykedek abban, hogy akár 400 családot is fogunk tudni idén támogatni. A személyek vagy a családok pedig úgy kerülnek a látóterünkbe, és úgy állítjuk össze ezt a listát, hogy gyakorlatilag minden érintett szervezetet megkérdezünk ebben az időszakban, iskolákat, szociális szolgálatot, képviselőtesteti tagokat, egyéb karitatív szervezeteket, nagyon sokrétű a merítési kör, és ehhez igazítjuk a csomagoknak a tartalmát is. A Nyírbátori Lions Club őszi nagy adományozási akciójával a háború elől elmenekült ukrajnai családokat és gyermekeket támogatott. A körülbelül 7,5 millió forint értékű adományban praktikus háztartási, informatikai, mindennapi használati eszközöket adtak át és juttattak el az érintettekhez.
A klubunk tavaly pályázott a Nemzetközi Központunkhoz, Obrukhoz, ukrajnaiak támogatására, és több mint 7 millió forintot nyertünk, közel 7 millió 300 ezer forintot a pályázaton. És úgy döntöttünk, hogy a Nyírbátorba élő ukrán családoknak fogunk belőle, Ukrajnából áttelepült családoknak fogunk belőle adni, valamint Ukrajnába tanuló diákoknak viszünk ki szállítmányt. Honnan érkeznek ezek az adományok? Hát ennek itt mi a pénzt kaptuk meg, és közel két hete a igényfelméréssel és a vásárlással töltötte a klubunk az időt. Megkérdeztük, hogy mire lenne szükség. A diákoknak sok esetben munkához való eszközökhöz, villanyszerelőknek, fázisszeruzától, védőkesztyűig ilyen dolgokat igényeltek, valamint használati tárgyakat, edényeket, konyhai edényeket, ágyneműt, törölközőket. A családoknál viszont, hát volt olyan, aki mondta, hogy a szomszédba hordja át a ruhát, és így mosógépet vettünk nekik. Hogyan sikerült felmérni, hogy hány diák van jelenleg itt a környéken, Nyírbátorban? Az iskolákat kérdeztük meg, hogy hányan járnak hozzájuk tanítványok, és ő általuk kerestük meg a családokat. A kintieket meg kint élő Lions-os segítséggel találtuk meg. 113 fő pontosan, úgy tudom, de hát van olyan, akinek még van testvére, aki kisebb vagy nagyobb, és akkor őket már nem vettük be, tehát van, ahol csak család egy fővel van beszámítva, és a diákok, akik kint tanulnak, ők pedig 60-on felül vannak. Idén is keresik a város karácsonyfáját. Minden évben többen is tesznek ilyen irányú felajánlásokat, amiből aztán majd az egyik fenyőt kiválasztva a Szabadság téren felállítják Nyírbátor karácsonyfáját. Megindító is, amikor az adventi hétvégéken sokan összegyűlnek a karácsonyfa alatt, ami valamikor több évtizeden át nevelkedett a felajánló család udvarán. 8-9 méteres fát keresünk, szép formájú díszíthető fenyőfát, ami már a városlakó udvarán túlnőtte a házat, illetve a kertet, és mi segítünk, hogy kivágjuk a fát és elszállítjuk tőle, ő pedig segíti a várost azzal, hogy mindenki gyönyörködhet a feldíszített fájában a főtéren. Hogyan tudnak jelentkezni, akik szeretnék felajánlani a fájukat? A jelentkezéseket telefonon, központi telefonszámunkon, illetve e-mail címünkön várjuk. Minden egyes fát, amit felajánlani kívánnak, meg fogjuk nézni. Eldöntjük, hogy melyik az, amelyik nekünk a legmegfelelőbb, és azt fogjuk kiválasztani és kivágni. A karácsonyfánál van-e bármilyen határidő, hogy meddig lehet jelentkezni? November 20-át jelölnénk meg határidőnek, jelentkezési határidőnek, hogy még ott nekünk legyen időnk mindegyik fát megnézni, és eldönteni, hogy melyik lesz a kiválasztott. A felhívásra jelentkeztek már? Tehát van már egy pár nap alatt jelentkező? Igen, van már. A felhívás előtt is kaptunk telefonos megkeresést, és vannak már felajánlott fák. A Szabadság téren, a Mikulás házzal szemben lesz ott elhelyezve a karácsonyfa, ahol az előző években is. Ha már a Mikulás házat említjük, akkor elmaradhatatlan szokott lenni a Mikulás postaládája. Idén is lesz-e majd lehetőség a leveleket bedobniuk kicsiknek és nagyoknak ebbe a bizonyos postaládába? Természetesen ez is már olyan szép hagyomány a városban, és várják is az apróságok, úgyhogy november 23-án fogjuk kihelyezni a postaládát, és onnantól kezdve várja a leveleket. A leveleket december 5-ig lehet elhelyezni a postaládába, és úgy fogják a kis manucskák eljuttatni a Mikuláshoz. Mi az, amit feltétlenül fel kell tüntetni majd a leveleken? Érdemes feltüntetni a gyermeknek a nevét, lakcímét, illetve a hozzátartozó szülőknek a telefonszámát is, hogy tudjuk értesíteni a szülőket is.
Hazai pályán meggyőző játékkal magabiztosan győzött a nyírbátori férfi MB2-es kézilabda csapat. A megszerzett pontokkal továbbra is versenyben vannak a dobogós helyekért. Albert, nagyon jó első fél idővel sikerült megágyazni a győzelemnek, te hogyan láttad? Megérdemeltük, úgy gondolom, nagyon a győzelmet, nagyon sokat tettünk érte edzéseken is, és itt a mérkőzésen is. Volt egy adott szakasz, amikor a kiállítások miatt kicsit közelebb kerültek hozzánk, de végig úgy éreztem, hogy a kezünkben tartjuk a mérkőzést. Minden tekintetben jobbak voltunk, és mondhatom a védekezést, mondhatom a támadást, de a kapus teljesítményt főleg ki kell emelni. Mind a két kapus szenzációsan teljesített, tehát hogyha véletlenül védekezésbe hibáztunk, akkor egy biztos pont volt mind a két kapus a hátul. Az első fél évben nagyon olajozottan működött a gépezet, legalábbis kintről úgy tűnt, aztán te is beálltál. Hogy láttad kívülről, aztán hogy láttad belülről a meccset? Készültünk a mérkőzésre, igazából számítottunk a nyitott védekezésükre is, és igen, olajozottan működtünk. A második fél időben ezzel a 4-2-es védekezéssel kicsit sikerült minket elbizonytalanítaniuk, de abból is felálltunk szépen. Kedves nézőink, Önök a Bátor Televízió híradóját látták. Műsorunk után a Városi Halottak napi ünnepi megemlékezést nézhetik meg, amit október 27-én rendeztek meg a Szabadság téren a Hősi Emlékműnél. Munkatársaim és a magam nevében megköszönöm a figyelmüket. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.